A döntő végeztével, ha jól látom, akkor az eredményjelző tábla csődöt mondott. Te amikor beértél, akkor mit éreztél? Hanyadik vagy? Hát én igazából úgy éreztem belülről, hogy azért nyertem, mert én úgy láttam, hogy a 75 méternél nagyon egyszerre fordultunk, és úgy éreztem, hogy a kidelfinezés és az úszás is nagyon jól ment az utolsó 25-ön. De hát igazából az a biztos, amit a tábla mutat, de hát kinéztem a táblára, és egyik sem működött, úgyhogy így tanástalanul voltunk a vízbe. Kívülről a bíróktól jött egy olyan jelzés, hogy valószínűleg én nyertem, de hát ugye addig akkor hivatalos, hogyha ez már papíron van, vagy esetleg az eredményjelző táblán, mint hivatalos idő, és hát akkor végül is akkor derült ki, amikor kimásztunk a medencébe, akkor hozták a hivatalos eredményt. Nyertél már pár aranyérmet, a 30. születésnapodra kapott EB arany, az máshova kerül? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó nap így összességében, és így érzem teljesnek az egészet. Természetesen nagyon jó, hogy születésnapom van, meg hát egyébként is nyerni szerettem, és hogy ez a kettő így egybe fort, ez így még különlegesebb. Lehet, hogyha most ezüstöt vagy bronzot nyertem volna, akkor kicsit azért lettem volna szomorúbb, mert ezen a kicsit különlegesebb napon azért magamnak is egy kicsit különlegesebb ajándékot szánnék. És nagy megnyugtatású szolgálatot lelkednek, hogy azok az eredmények, amelyek ebben az évben kijöttek, azok nem egyszer-egyszer előbukkanó eredmények, hanem ez sorozatosan Cselászlótól elvárható és teljesíthető? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy egész évben nagyon jól tudtam versenyezni, és nem csak a világbajnokság sikerült jól, hanem most már mondhatjuk azt, hogy itt a rövidpályásában is meg tudtam mutatni, hogy jó az a felkészülés, jó az a dolog, nem egy egyszeri alkalom volt, és hát még ez csak az első szám volt, úgyhogy még van három másik úszásom hátra. Én remélem, hogy azok is hasonlóképpen fognak sikerülni. Az minden esetben látszik, hogy nagyon jó formában vagyok.